101 éve nem látott vereséget szenvedtek a magyarok. Hollandia agyonverte a magyar labdarúgó válogatottat a világbajnoki selejtezők tegnapi fordulójában. A 8-1-es zakóval gyakorlatilag nullára csökkent a nemzeti 11 esélye arra, hogy kiharcolja a pótselejtezőt érő második helyet a csoportban. A vereség után lemondott a szövetségi kapitány Egervári Sándor, így az utolsó fordulóban jövő kedden Andorra ellen ideiglenesen Csábi József, az eddigi pályaedző irányítja majd a csapatot. A megalázó vereség után Egervári Sándor azonnal felajánlotta lemondását, amit az MLS elnöke Csányi Sándor rögtön el is fogadott. Felelősséggel tettem eddig a dolgomat. De ez a súlyos vereség mindenféleképpen tisztességes, hogyha én most ezzel ellen. Dzsudzsák Balázs is csalódottan nyilatkozott. Úgyhogy azt mondom, hogy nem az, hogy ezen a szinten ezt be kell rúgni, de nem Andorra ellen játszottunk, de nem Andorra ellen játszottunk, de nem Andorra ellen játszottunk. Az, hogy ilyen gólt kapunk, meg kikaptunk Andorra ellen, tehát felesleges bármit mondanom, mert levetették velünk a meszt.